lombok suhogását, ahogy könnyedén hajladoznak el a légáramlatok. Aztán leül az ember, behunja a szemét, elcsendesíti légzését, egyre jobban kiszűri a csend hangja. Lassan, fokozatosan megszűnik a külvilág, a belső hangok kerülnek előtérbe. Mint említettem, a szerzetes éppen meditációja kezdetén tartott, és így a legapróbb nezt is kitűnően hallotta. A sok megszokott hangból szokatlan, de ismert zaj szűnt ki. Villám gyorsan hétköznapi ember számára hihetetlen sebességgel minden átmenet nélkül ugrott föl különhelyzetéből, és iramodott meg az ellenkező irányba. A nyugalmi állapotból egyik pillanatról a másikra váltott, eszeveszett vágytában. Izmai, egész teste és felgyorsult légzése szempillantás alatt engedelmeskedett, hiszen több mint két évtizede edzi testét és szellemét kemény, könyörületet nem ismerő tréningekkel hosszú órákon át minden nap. És lám, nem most először, ez az életét mentheti meg. Eddig azonban mindig emberekkel szemben kellett megvédenie magát, egyetlen harcban sem maradt alul, hiszen fizikai erején, technikái tökéletességén túl rendíthetetlen elméje is felülemelte őt a még oly jól képzett harcosokat is. Igaz, sok egyenlőtlennek látszó küzdelemben körülkerekedett már, de most tudta ő is, hogy a harc reménytelen. Ha késen, lándzsája, hogy akár csak egy kő is kéznél lett volna, persze más lehetőségek is eszébe jutottak, de hiába nézte a fákat, alacsonyak és gyengék voltak ahhoz, hogy menedéket nyújtsanak. Lábai ugyan nem fáradtak, légzése is szabályos volt. Nem zihált, nem kellett hátra néznie, érezte, nem sokára utolérik. Nyugodt volt, gondolatai nem puszálódtak össze. Tudatosan kereste a megoldást, és meg is találta. Izmai repítették, így célját el is érte. Odajött a szakadékhoz, és levetette magát. Szerzetes társaival minden évben eljöttek el a szakadékhoz, mivel oldalán termett a környék legfinomabb szegre. Pont a múlt héten szedték le az élet gyümölcsöket. Biztos volt benne, hogy estében bele tud kapaszkodni az erős indákba. Így is történt. Megkapaszkodott. A tigris éppen akkor ért a szikla szélére. Lenézett, zsákmányát látva megpillantott a éles fehér. Thank you.
Thank you.
így gördül elő, hogy a felszínen az élet egyik alkotó eredményé válik. Az erején, tisztaságát lentről, az ismeretnek segítség. És így fel, ez mindannyiunk kincsévé lesz. Törekedni kell arra, hogy mindig tiszta maradjunk. Gyermekek születnek Kínában. Ó, mi itt az?